Szedjed a szőlőt, hátul elő, gyerünk, gyerünk, lássam a kezeket! Az Érik a szőlő című közismert népdal egy modernebb feldolgozása is előkerült a szüreti játékokon, mely az idősebb generációt ugyanúgy megmozgatta, mint az eredeti verzió. Szépkorúak és fiatalok együtt töltöttek el egy fél napot az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezésében. A szervezet egy Győr Újváros Szociális Városrehabilitációjához kapcsolódó TOP program keretében szervezte meg a rendezvényt a napokban. Nagy öröm számukra, hogy ez a program meg tud valósulni, hiszen több mint egy éven keresztül itt a pandémia időszakában ilyen jellegű lehetőségekre nem volt szükség. Igazából az időjárás is megfelelő lesz, szőlőpréselés, szüreti játékok, egy kis hagyományőrzés. Azt gondolom, hogy mind a fiatalok, mind az idősek számára egy nagyon jó program lesz. A városrészben élő idősek és a Kossuth iskola diákjai, összesen több mint 50 fő érkezett a Bercsényi ligetbe, hogy egy közös hagyományőrző rendezvényen vegyenek részt. A nap során felelevenítették a szüret népszokásait és hagyományait. Az esemény jól példázta a városrehabilitációs projekt lényegét, mely során számos színes program megvalósult már. A tapasztalatok nagyon jók, igazából várták ezt a programot, hogy újra együtt lehessenek. Azt látjuk, hogy az idős korosztály számára nagyon fontos az a fiatal erő, lendület, amit a gyerekek tudnak közvetíteni, és talán az az odafigyelés is, hogy ilyenkor újra együtt tudnak lenni, ami elmaradt az elmúlt időszakban. Tartalmas és izgalmas programon vehettek részt a különböző korosztályok. A szüreti játékok végére eltűntek a generációk közötti fizikai távolságok, elérte tehát a célját a program.